Na, ső sure, mindenkinek úgy tűnik, ráfügtem erre a témára egy kicsit, elkezdtem egy kicsit összevonogatni itt a képleteket most már, a kutatási, fá... <coughs> kutatási fázis Ez megvalósult, tehát most már egy kicsit lehet így összevonni a dolgokat, tehát itt ezeket a logikai kapukat összerendeztem szépen egyetlen egy ilyen kimenetbe, ugye itt vannak ilyen mellékszámítások, amelyek így külön szerepelnek ebben ezeket szépen összevonogattam, tehát most már itt gyakorlatilag egyetlen képletbe összpontosul kifejezve a két bemeneti értékre, hogy mi történik. Ezeket lehet nevezni ilyen különböző képleteknek, és ezekből lehet akkor dolgozni. És akkor ezekkel, ezekkel, dolgozva sokkal egyszerűbben <kül> fel lehet építeni ezeket a további egységeket. kapunak ilyen egész hosszú kódja alakult ki. Nem tudom, hogy ezt lehet -e még egyszerűsíteni. Valószínűleg nem. Tehát ezek ilyen alap elemi képletek gyakorlatilag. Ezeknek szerkezeti felépítése valahogy így különíthető meg, tehát ezek ilyen teljesen egyedi függvények, aztán ezek már használja az előbbit, meg kitalál még egy újat, és ezek már csak az előbbieket használják. Mindegyik. Akkor ez a legkisebb alak, amire ezt össze lehet vonni. Ha ezekből a logikai kapukból építem fel, akkor kis munkával össze lehet tömöríteni egészen ilyen kicsivé a fulladdert, Ugye az, ami tulajdonképpen ez az egység, tehát egy ekkora része. Mondjuk egy ekkora rész van nagyjából összetömörítve ebbe a négy kis cuccba, és hogyha ezekből kirakom, akkor egy ekkora kis számoló egység jön ki, ami ugyanúgy működik, mint ez. Elkezdtem poénból így nevezni, ez itt a Arithmetic, logi, arithmetic Logic Unit, ez a mikro, ez pedig a nano. Ugyanígy akkor itt megépítettem ezt a szabályozott memória egységet a video alapján. Ez a prototípus, aztán ezt összekompaktosítottam, amikor csak kivettem a üres helyeket. Itt már összevo, elkezdtem összevonogatni a képleteket, és ez itt még nincsen készen, szóval ezt, ezt majd itt külön még ki kell fejleszteni de ahhoz előbb le kellett kicsinyíteni a logikai kapukat, hogy kényelmesen lehessen szerkeszni, mert itt nagyon macerás így összeválogatni, hogy mi az, ami még egymásba helyettesíthető, jobb már eleve ilyen letisztázott képletekkel dolgozgatni, és akkor ilyen nagyon kicsi. Nem tudom, hogy bemutattam -e egyébként ezt a, a szabályozó memóri egységet, ez olyan, hogy megvan engedve itt ezzel az érték, hogy szabad-e írni, vagy nem. Ha nulla, akkor nem szabad írni, akkor nem íródik. Hiába jön ide egyes jel, vagy nullás jel, nem íródik. Viszont, hogyha itt egyes van, akkor át tudom írni a memóriát, egyes lesz, vagy nullás, attól függ, hogy milyen lesz a bemeneti jel. Ha betároltam egy értéket, akkor megtiltom, hogy írni lehessen, nem lehet írni, és akkor megint hiába küldök rá bármilyen jelet, amíg ott nincs megengedve, hogy felül lehessen írni, addig nem írja át. Na, ez gyakorlatilag ugye ez a sima memóriaegység, és akkor ezt a két logikai kaput kell elépíteni, bekötni, és akkor már is egy ilyen szabályozható -e memória lesz, ugye ez automatikusan szabályozható, ezt ennek jelet lehet adni, és akkor majd az alapján lehet írni, ezt még össze kell kicsinyíteni. Na, szóval most egy kis modernizációra van szükség, tehát az eddigi kevéske eszközt modernizálom, hogy a lehetőleg tömörebb képletekkel lehessen dolgozni, és akkor a következő lépés az nem más, mint a a con computing unit, vagy nem tudom, ez a kicsi összehasonlító dolog, ami össze tud hasonlítani két értéket, meg aztán majd az ilyen regiszterek, tehát ugye először majd a memóriát el kell rendezni, tömb ugye le kell kicsinteni teljesen a memóriát, és akkor ezeket a memória egységeket kell majd valamilyen táblázatba rendezni, és meg kell jelölni mindegyiknek majd a koordinátáit, bináris számokkal, ezek lesznek majd a regiszterek, amik majd kialakítják azt, hogy egy néhány bitből álló számsorral azonosítani tudok egy táblázatban lévő pontot. Valószínűleg ez, ez, így fog működni, és akkor ezt logikai kapukkal kell majd szabályozni. Hasonló lesz valószínűleg majd a kijelző érték, amikor majd logikai, ilyen bináris számokkal kell azonosítani majd koordinátákat egy táblázatban. Na úgyhogy most szép sorban megépítem a... Befejezem az összes ilyen alkatrész, vagy kifejlesztem az összes ilyen kis alkatrészt, azokat leminimalizálom a legkisebb kompakt formába, és aztán lehet rátérni arra, hogy a processzornak különböző alkatrészeit hogyan kell összekötni. Úgy tűnik, hogy nem, nem, most valahogy nem érzem úgy, hogy akadályba ütközhetnék, tehát ez már csak idő kérdése, hogy ezt fel tudom térképezni, meg hogy találok elég forrást, hogy tervrajzokat meg tudjam kapni. Ugye lehet, hogy a legalapabb, legalapabb ilyen CPU-kat kell majd megvalósítani, az Intel legelső CPU-ját, ami, négy bites volt, szóval Na no, minden, sok lehetőséget látok most ebben a kis cuccban, és nagyon tetszik, hogy ilyen vicces fejlesztési lépéseket tudok megvalósítani, hogy összevonogatni az értékeket. És akkor ilyen tök, tök szép szabályosan lehet majd elrendezni. Lehet, hogy, és ugye ezeket lehet majd másolgatni, tehát hogy kettő, két ilyen összegző lépésre van szükség, akkor lemásolom. Szóval ilyeneket lehet csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy hol, hova fog kulminálni ez a kísérlet. Alkatrész laboratórium ez a neve ennek. És akkor itt lesz egy CPU. Excelben építek processzort. Na. Legközelebb kb. valahonnan innen folytatom. Na csá.